Üdvözlöm Önöket, Varga László vagyok, az MSZP elnök helyettese. A magyar vasút hosszú ideje küzdködik nagyon súlyos járműhiányjal, és hát ez a járműhiány okozta a tavalyi mellékvonal bezárások zömét is, szakértők véleménye szerint. Hát ez a járműhiány ilyenkor a nyáron még kritikusabb, hiszen több vonalon például a Balaton irányába többletigény keletkezik. Ezt a már próbálja ilyenkor átcsoportosításokkal kezelni, de hát eleve az egész országot érinti ez a járműhiány, szóval nagyon nehéz megoldásokat találni. És nyilván nagyon nehéz itt tartani a menetrendet is, nem lehet mindenhol betartani a menetidőket ilyen kritikus járműhiány esetében. Egyre több hír jut el hozzánk, egyre többet hallunk utas lemaradásról is. Ez egész egyszerűen azt jelenti, hogy például megváltott egyel, sem tud felférni adott esetben egy balatoni vonatra egy-egy utast, és tulajdonképpen, ha szerencséje van, akkor talán a következővel, amin akár állóhelyet talál, tud majd elmenni az úti céljához. Tehát nagyon komoly a járműhiány, ezzel végre valamit kezdeni kellene. Nagyon sok szakmai szervezet hosszú ideje kongatja a vészharangot. Igazából forráshiányra hivatkozik a kormány évek óta ebben a tekintetben ugye már lefolytatott közbeszerzési eljárásoktól is elállt a kormány itt a tavalyi évben. Lehetne ezt a helyzetet, ha új járművek beszerzése nincsen lehetőség, még jó állapotú használt járművek beszerzésével enyhíteni. Ugye itt a tavalyi év során is például az osztrák államvasutak, a cseh államvasutak nagyon olcsón hirdetett meg ilyen motorvonatokat például eladása. Egy-egy új jármű árából akár 10-20 ilyet is lehetne vásárolni, amely rövid távon legalább kezelni a jármű hiányt. Ehhez képest Lázár János hosszú távú fejlesztésekről beszél, 10 évre vonatkozóan próbál programot hirdetni, ami nyilván örvendetes, de a jelen problémáit kéne először megoldani. Ugye bejelentette, hogy hitelt próbálnak meg nagy bankoktól fölvenni vasútfejlesztésre, Lázár János szavai szerint a következő négy évben több milliárd eurót igyekeznek majd pályafelújításra fordítani. Hát logikus is, hiszen mint egy 6000 kilométernyi hálózatból 3000-3500 kilométert érintőleg van lassú jel, van sebességkorlátozás, ami nyilván elképesztően magas szám. Ugyanakkor adódik a kérdés, hogy bár a szándék örvendetes, de mi volt az elmúlt másfél évtizedben, miért nem fordított komolyabb forrásokat a kormány a vasútfejlesztése. És ráadásul itt különösen érdekes az, hogy eljutnak-e végre Magyarországra a magyar embereknek járó Európai Uniós források, hiszen ezekből a forrásokból nagyon sok pénzt lehetne elkölteni, mind a vasútpályafejlesztésre, mind jármű beszerzése. Ezek nélkül a kritikus helyzet az még kritikusabb is lehet a következőkben. Nagyon világos az MSZP álláspontja hosszú ideje. A vasúti közlekedést az egyik legkörnyezetkímélőbb közlekedési módnak gondoljuk, a legfenntarthatóbb közlekedési módnak. Európa szerte reneszánszát éli a vasúti közlekedés. A kormányok az elmúlt másfél évtizedben a gazdasági világválság után egyre több pénzt fordítottak a vasútfejlesztése. Ezek elmaradtak Magyarországon, és ez egy hatalmas hiba. Nem elég tehát a következő tíz évre vonatkozó átfogó fejlesztési tervekről beszélni már ebben a helyzetben, hanem a jelen problémáit kellene végre megoldani a kormánynak, úgyhogy ebben kellene haladéktanul lépnie Lázár Jánosnak is.